Holnap után van tehát a Parkinson kór világnapja. Talán a világ egyik leghíresebb Parkinson kórosa volt, betege Mohamed Ali, a kiváló ökölvívó, minden idők egyik, hanem a legnagyobb ökölvívója. Ő volt az, aki meggyújtott 1996-ban Atlantában az olimpiai lángot is. Már meghalt szegény, és a betegséggel mindenféleképpen érdemes foglalkozni, mert hogy talán erről keveset beszélünk, és itt van már a stúdióban Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha arról beszélünk, hogy Parkinson kór, akkor mit is takar egyáltalán maga a betegség? Ez az idegrendszeri betegségek közé tartozik, úgynevezett neurodegeneratív elváltozás, ami azt jelenti, hogy az idegrendszeren belül van egy terület, ezt szubstancia nigrának hívják, ez a dopamin termelésért felel, és itt a dopamin termelés az, ami lecsökken, és tulajdonképpen ez fogja elindítani majd azokat a tüneteket, amik megjelennek ezeknél a pácienseknél. Mik ezek a tünetek, amelyek megjelennek? Ugye klasszikusan általában a kézremegést szoktuk a Parkinson kórhoz kötni. Ez egy ilyen sodró jellegű, azt is szoktuk mondani, hogy olyan, mintha pénzt számolna a páciens, egy ilyen pénzszámoló jellegű kézremegés. Viszont van néhány olyan tünet, ami általában még ez előtt megjelenik. Ilyenkor a páciensnek a mozgása meglassul, tulajdonképpen a járás ilyen kicsit csoszogóvá válik, hogyha azt mondjuk neki, hogy menjen végig egy egyenes mentén, akkor ilyen nagyon pici léptekbe, picit ilyen csoszogba fog menni, és hogyha arra kérjük a beteget, hogy forduljon meg, akkor általában az ember tud egy hátraarcot tenni, ezek a páciensek nem tudnak, hanem ilyen apró lépésekben fognak megfordulni, ez például egy jellegzetesség. A másik, hogyha arra kérjük, hogy hajlítsa be a karját, akkor általában ugye így be tudjuk hajlítani a karunkat, akinél kezdődő Parkinson-kor, illetve már kialakult állapot van, ott olyan, mintha egy fogaskerék lenne az izületben, és így folyamatosan megakad az izületi mozgás, tulajdonképpen ez is az idegrendszer miatt, tehát nem az izületnek a betegsége miatt, hanem az idegrendszer miatt van. És az egész páciens egy picit így meglassult, tehát az egész idegrendszerre jellemző ez a meglassultság. Mit lehet tenni azért, hogy az ember ne legyen Parkinson-kóros? A megelőzésben ugye fontos az, hogy ma már azt tudjuk, hogy bizonyos mezőgazdaságban használt különböző növényvédőszerek, peszticidek fokozhatják a Parkinson-kórnak a kialakulás kockázatát, tehát így a megelőzésben ugye a méregtelenítés, illetve a vegyszermentes táplálkozás, mezőgazdaságban minél kevesebb ilyen vegyszert kellene használni, és azok a vitaminok, ásványi anyagok, amik az idegrendszert támogatják, ilyen például a magnézium szint is egy indikátora az idegrendszeri folyamatoknak, tehát hogyha figyelünk arra, hogy megfelelő mennyiségű magnéziumot, megfelelő mennyiségű B-vitamint és általában tápanyagokat fogyasszunk, akkor lehet valamennyire lassítani, és a másik, ami a megelőzésben, illetve a kiegészítő kezelésben, tulajdonképpen ma már így kutatásokkal is alátámasztott, amit hoztam is, ez a sűngomba, ezt meg is tudom mutatni. Ez egy Magyarországon is előforduló, de védett gombafaj, tehát nem szedjük le, hogyha találunk esetleg. Termesztőknél be lehet szerezni, illetve van ebből ilyen por változat, amit szintén tudunk alkalmazni. És tulajdonképpen ez egyébként egy étkezési gomba, és ezt a port is bele lehet akár főzni ételekbe, illetve teát is lehet belőle készíteni. Amit a sűngomba tud, az idegrendszert egyrészt védi ezektől a kémiai anyagoktól, vegyi anyagoktól, amik bekerülhetnek és károsíthatják, másrészt az idegsejtek növekedési faktorának a termelését tudja fokozni, tehát tulajdonképpen olyan kutatások is voltak, állatkísérletek, illetve humán kutatások is, amik már a kialakult Parkinson-kórnak a lefolyását tudják lassítani, illetve hát egy picit javítani a betegnek az állapotán. Természetesen ez mindig az orvosi kezelések mellett, tehát nem az orvos helyett alkalmazzuk, de megelőzésben érdemes beiktatni így az étrendünkbe. Bárki lehet tulajdonképpen Parkinson-kóros, van esetleg erre genetikailag valami, ami ezért felelhet, akár hajlam kialakulhat az emberben, tehát ki az, aki tulajdonképpen Parkinson-kóros lehet? Maga a Parkinson-kór bárkiben kialakulhat, de talán a környezeti faktorok, a magnézium hiány, amit szintén így a kockázati tényezők közé sorolnak, illetve ezek a vegyi anyagok, amik ilyenkor bekerülnek az idegrendszerbe. Ha a sűngombához visszatérünk, akkor nem csak a Parkinson-kór esete jó a sűngomba, hanem más betegségeknél is segíthet például.
Így van, a kínaiak azt tartják a süngombáról egyébként, hogy aki rendszeresen süngombát fogyaszt, annak acél idegzete lesz, tehát bármilyen idegrendszeri állapotban, kezdve a gyerekektől, hogyha figyelemzavaros ADHD és például egy kisgyermek, ott is tudja javítani a funkciókat, de a felnőtteknél ugye a másik neurodegeneratív idegrendszeri betegségünk az Alzheimer-kór. Az Alzheimer-kórban a kognitív funkciókat tudja javítani, az Alzheimer-kórnak a lefolyását is tudja lassítani, és ma elég sok embernél meg lehet figyelni a különböző, akár szorongás, depresszió, meglassult idegrendszeri állapotokat, ami részben akár lehetnek ezek ilyen post-covid tünetek is, ezekben is jótékony lehet a süngomba. Csoma Izita, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Én is köszönöm szépen.